Szia, én Szalaj Tamás vagyok, és üdvözöllek téged a kurzusomban. Ebben a videóban elkalózolak téged így az online lehetőségek világában, hiszen rengeteg lehetőséget találkozhatsz, hogy el szeretnél kezdeni valamilyen üzleti lehetőséggel, vagy bizniszsel foglalkozni, vagy egy vállalkozást szeretnél, esetleg egy szabadúszó tevékenységet keresel. Itt nagyon-nagyon-nagyon sok verzió van, amivel találkozhatsz. Úgyhogy ebben a videóban körbeérjük ezeket, és majd a végén ajánlok is neked egyet, amivel én szerintem a legkönnyebben el tudsz indulni, és amivel a legtöbb profitot tudod a legrövidebb időn belül elérni. Sokan úgy gondolják, hogy amikor akármilyen lehetőséget látnak, abba szinte nulla tudással bele tudnak vágni, nem kell hozzá semmilyen előképzettség, nem kell hozzá semmi az, hogy értsenek egy picit is hozzá, és ehhez képes azért nagyon sok ilyen dologgal nekem is személyesen eltérő tapasztalatom van, és pontosan ezért szeretném nektek megmutatni, hogy egyáltalán milyen, milyen képességek, vagy milyen készségek kellenek valamihez, mielőtt ezt elkezdenéd azt gondolnád, hogy hogyha valami online, akkor ahhoz semmilyen papírra nincsen szükséged, vagy semmi nem kell hozzá, de csak azért, mert valami online, ez nem jelenti azt, hogy ehhez nem kell neked semmilyen képesség, amivel ezt végezni tudod, vagy nem kell hozzá semmilyen olyan, nem tudom, végzettség, vagy papír, amivel ezt tudod végezni, hiszen ez egy nagyon nagy ígérete a nagymárkáknak, akik ilyen kurzusokat csinálnak, de mégis azért, hogyha megnézik a realitás, hogy ki az, aki sikeres benne, azért nem a nulláról indulnak legtöbb esetben. És hogy kicsit definiáljuk, hogy mi számít sikernek, vagy mi számít bukásnak akár egy online vállalkozásnál, vagy egy online üzleti lehetőségnél, legtöbb esetben nem nagyon látunk ezekbe bele. Miért? Azért, mert egy webshop tudja azt mondani, hogy nagy az árbevételem, de nem tudjuk, hogy milyen profit dolgozik. Egy online marketing ügynökségnél tudom azt mutatni, hogy hány kliensem van, de azt nem feltétlenül mutatom meg, hogy ezeknek az embereknek milyen eredményt hoztam létre. És ez nem azt jelenti, hogy ezek rossz modellek, ez azt jelenti, hogy átláthatóvá kell tenni ezt az embereknek, hogy intelligens, értelmes döntést tudjanak hozni. Hiszen vannak nagyon jó példák is, vagy nagyon sikeres, akár webshopok is, amiket nagyon sok ember ismer, és folyamatosan ott vannak az ember szem előtt. Vannak nagyon sikeres, akár online marketing cégek, akik azzal foglalkoznak, hogy szolgáltatnak másoknak online marketinget. Vannak olyan ö, cégek, ahol ahol ugyan nem ö, online vállalkozásra beszélnek, hanem mondjuk egy szabadúszó tevékenységről, de mondjuk videóvágok is lehetnek nagyon sikeresek a saját területükön, és ezt onnan fogod látni a legtöbb esetben, hogy milyen hosszan vannak egy úton. Ha azt látod, hogy egy online vállalkozó mondjuk ö, teljesen más csinál egy héttel azután, hogy ő elkezdett egy projektet, vagy fél évente váltogatja a témáját, akkor az már egy kicsit ilyen red flag tud lenni, egy picit már úgy érzi az ember, hogy ez, ez valami, valami hibázzik ebben, és nem biztos, hogy nem biztos, hogy, hogy, érdemes az ilyen emberre hallgatni. Tehát, hogyha olyan gurut látsz, aki ezen a héten ezt csinálja, a másik héten pedig azt csinálja, ott már egy picit el kell gondolkozni azon, hogy egyáltalán lehetőség az alkalmas-e arra, hogy te egy picit jobban Belenéz, belenéz, vagy, vagy egyáltalán érdemes arra, hogy egy picit jobban belenéz. És akkor menjünk is bele ebbe szerintem egy picit tételesebben, vagy részletesebben, hogy milyen lehetőségeket találkozol. Ugye említettem azt, hogy van mondjuk egy olyan lehetőség, hogy webshop, hogy van egy saját e-commerce webáruházad, amivel gyakorlatilag egy terméket vagy importálsz, vagy legyártatsz, vagy gyakorlatilag megvásárolsz valahonnan, is, azt egy webshopként te tovább értékesíted. Ennek nagyon sok előnye van, és nagyon sok hátránya is van. Egyik legfontosabb előnye, hogy például ez egy olyan lehetőség, ahol nagyon sok időt egy idő nem kell ebbe beletenned. Hiszen egyszer felépítesz egy jó webshopot, akkor az onnantól kezdve működik, és egy nagyon jól működő üzleti modell tud lenni. Hátránya esetleg az lehet így első körben az indulásnál, hogy ugye jóval tőkeigényesebb, mint egy olyan vállalkozás, ahol először az idődet teszed bele. Na most, milyen részei vannak még egy webshopnak? Ugye először is kell találni egy jó terméket, amit tudsz igazából marketing elni, ami, amire érdemes akár hirdetni, amit érdemes megmutatni egy másik embernek. Mert hogyha ez nem sikerül, és csak van egy webshopod, ami nem olyan jól teljesít, akkor már mondom neked, lehet, hogy a termékválasztásnál elrontottad. Nem könnyű egy jó terméket választani, nem annyira egyértelmű, hogy mi a jó termék, és a legtöbb esetben ezt a piac fogja majd megmondani. Tehát hiába van nagyon jó előítéletem valamiről, ez majd akkor derül ki, hogy ez profitábilis ötlete, hogyha már benne vagyok a folyamatban, és látom azt, hogy igen, vannak vásárlóim, igen, van ezen profitom, igen, van megtérülésen, és tudok ezzel foglalkozni. Tehát ez egyik ilyen nagyobb hátrány ennek a területnek, és ezt úgy mondom, mint aki foglalkozott webshop marketinggel. Én nekem saját webshop soha nem volt, tehát ne vegyétek tőlem készpénzek az összes tanácsomat, de foglalkoztam a webshop marketinggel, és láttam azt, hogy egy nem olyan jó terméknél, akármennyire akartam jó marketing üzenetet adni, nem sikerült ezt megvalósítani. Oké, és következő előnye esetleg egy webshopnak az, hogy nagyon könnyen tudod skálázni magát a tevékenységet. Ez mit jelent, hogy többszörözöd a bevételét? Mit csinálsz? Többet költesz a hirdetésre, ezáltal több vásárló lesz valószínűleg, legalábbis egy, egy darabig, ameddig a piac ezt engedni fogja. Nézzünk egy újabb olyan dolgot, ami nem biztos, hogy szimpatikus valakinek. Az, hogy a legtöbb jó webshop tulajdonos, akit én ismerek, nem tart ki egy terméknél nagyon sokáig. Tehát nagyon sokszor azt csinálják, hogy van egy sláger termék, azt bedobják, elkezdenek ezzel foglalkozni, és egy fél év múlva, amikor az egy picit kiég, akkor elkezdenek egy teljesen más területet, egy teljesen más termékkel foglalkozni, éppen azért, mert tudják, hogy van egy életútja. Na most, hogyha azt keresed, hogy neked egy olyan tevékenysége legyen, amit folyamatosan tudsz csinálni, akkor a webshop megint csak azért nem biztos, hogy ebbe beleillik, mert ott mindig egy újabb terméket kell felépíteni. Tehát, oké, okay, hogy egy idő után mondhatjuk azt, hogy passzív bevétel, bár én személy szerint annyira nem hiszek abban, hogy valami passzív, de mondjuk azt, hogy egy idő után, hogyha felépítetted egy jó webshopot, akkor a hirdetésre, hogyha odafigyelsz, akkor majdnem, majdnem nulla energiával tud működni, de ez működik addig, ameddig van egy életciklusa egy terméknek, hogyha nem olyan terméket választottál, ami hosszabb. Másik eset, hogyha olyan terméket választasz, ami pedig egy kicsit hosszabb időre e, úgy gondolod, hogy jól működhet, akkor valószínűleg az idő, amit beleteszel, és a pénz, amit beleteszel, az arányosan nagyobb lesz, mint egy olyan terméknél, amit tudod, hogy le fogsz cserélni egy fél év múlva. Tehát egész más a marketing felépítése, és egész más az energia, amit beleteszel, tehát már nem illik bele abba a modellbe, amit ugye keresünk ebben a helyzetben. Hogy, hogy, minél kevesebb energiával, minél több értéket teremteni. Éppen ezért nem azt mondom, hogy egy rossz lehetőség a webshop, csak tudnod kell ezeket, mielőtt eldöntöd, hogy ezt választod, hogy ez nem egy olyan sétag alap, hogy ezt bemutatja mondjuk egy kurzus neked. És akkor most itt a lehetőségeknek tisztázunk egyetlen egy dolgot. A webshop alatt én nem azt értem, hogy van egy vis, egy emag, egy temu, vagy valamilyen hatalmas nagy márka, akinek van egy, nem tudom, intergalaktikus büdzséje, amivel tud hirdetni, hanem egy egyszerű kis webshopról beszélünk, akkor egy vagy két termék van, és, esetleg importáltál valamit Kínából, vagy találtál itt valamit európai piacon belül, amit úgy gondolsz, hogy egy ilyen sláger termék, amit úgy gondolsz, hogy veszik az emberek, és nem tudom, ilyen volt például az iGlass, amikor, amikor először megjelent Magyarországon. Ez egy olyan termék volt, ami, ami kiszolgált egy specifikus célpiacot, és nem kellett hozzá 500 másik termék, hogy ez nagyon jól működő webshop legyen. Tehát itt ez a lehetőség alatt ezt értettem így első körben. Következő ilyen nagyon sláger téma mostanában az, hogy Online marketing tevékenységet végzek, mint szabadúszó, vagy weboldalt építek, vagy akár csak social media marketinget csinálok valakinek, vagy esetleg már marketing ügynökséget építek, és arra építem fel az egész életemet, hogy én marketingesként valakinél dolgozzak. Ugye itt is nagyon sok jó lehetőség van, nagyon sok olyan dolog van, ami miatt nagyon előnyös egy ilyen tevékenység, még például azért, mert nem kell bele hatalmas nagy pénzt rakni, tehát nem tőkét raksz bele, hanem igazából az idődet rakod bele. Igazából a pénz, az gyakorlatilag, amit bele tudsz ebbe rakni, az maximum a képzésének az áradát, bármilyen területet néznék, valahol meg kell ezt tanulni, tehát ezt ide nem számolnám hozzá, inkább nagyságrendileg több időt fogsz beletenni egy ilyen típusú vállalkozásba, ami marketing tevékenységen alapszik. Na most itt jön a következő kérdés, hogyha időt teszek bele is nem pénzt, akkor nekem ebben valószínűleg valamilyen szinten jónak kell lennem, hogy ezt el tudjam adni. Tehát egy átlag marketinges, én úgy gondolom, ma már sem Magyarországon, sem máshol nem fog megélni. Miért? mert nem az a cél, ami korábban esetleg egy marketingesnek egy tök jó pozíciálása volt, hogy én értek a digitális világhoz, és csinálok neked egy weboldalt, vagy csinálok neked egy Facebook hirdetést, mert te nem értesz hozzá. Tehát ez már most nem elég. Miért? Azért, mert van rajtad kívül nagyon sok másik marketinges, aki ehhez is ért, és esetleg ahhoz is, hogy hogyan, hogyan pozícionáld jobban a saját termékedet, vagy szolgáltatásodat. Tehát az első ilyen hátrány, hogy nem tudsz igazán nagyot alkotni, mert a piac az már viszonylag telített ebben a környezetben. A másik, ami inkább még talán nagyobb hátránya tud lenni, mint ez, mert oké, okay, tegyük fel, hogy nagyon jó marketinges vagy nagyon jól megtanultad, és te képes vagy eladni ezt a szolgáltatást. A másik az, hogy nagyon sokan ezt úgy gondolják, hogy ha marketinges vagyok, akkor ez egy ilyen laptop biznisz lesz akárhova utazhatok, bármit csinálhatok, ténylegesen úgy viselkedhetek, mint egy szabadúszó, nem foglalkozok semmivel, csak egy gép kell hozzá, és, és, akkor minden működik úgy, ahogy annak kell. Csak kihagyják ebből az egyenletből azt, én honnan tudom ezt, onnan, hogy én próbáltam margányi ünnekséget, és ugye volt is margányi ünnökség, még mi mindig van egy-két ügyfelünk, például ingatlan irodák, akinek mi marketing tevékenységet csináltunk. Tudom azt, hogy az nagyon jól hangzik, hogy én bárhonnan tudom csinálni, viszont az már annyira nem, hogyha bármilyen olyan probléma van, ami nem a, te, nem a te, képességednek a sajátossága, hanem az, hogy például a pici a célpiac, vagy a Facebook élet és algoritmusan nem úgy működik, azért is te leszel a felelős. Tehát nem, nem feltétlenül ilyen rózsaszín ez a, ez a, kép, amit festenek neked akár a kurzus készítők, hogy a marketing ügynökség az, az mennyire nagyon jó biznisz. Van ennek egy olyan fajta oldala is, ami minden üzletnek van egyébként, ami nem annyira vonzó. Például az, hogy sokat kell egyeztetni valakivel, akinek elsőre nem sikerült jól a kampánya. Vagy sokat kell azzal foglalkozni, hogy egy nagyon specifikus témában igazán egyedi üzenetet alkos. Vagy egy nagyon érdekes folyamatot kell felállítanod, mielőtt elkezdenél arról beszélni, hogy mi az előnye egy vállalkozásnak, tudod kell, hogy hogyan szólítod meg a célközönséged. Vagy hogyan lesz ez egyedi azon a piacon. Tehát óriási mennyiségű kreatív munkát igényel, és óriási mennyiségű időt igényel, hogyha ezt jól akarod csinálni azzal szemben, amit először is állítanak egy-egy ilyen kurzusok, hogy hát ezt napi két-három órában tudsz akár egy nagy marketing ügynösséget is csinálni. Oké, ez így rendben van, de legtöbb esetben nem így van. Másik, hogy igen, hogyha ez jól működik, és van nagyon jó kliensed, akkor van egy folyamatosan újra termelő jövedelmed, mert legtöbb marketing szolgáltatás, azért havidíjas. Tehát van mondjuk egy 3-4-500 forintos havidíjad, ami tök jó, mert 3-4-5 emberből akár milliós bevételed van egy hónapban, azonban ez a milliós bevétel, ez Ugye egyrészt, hogyha egy kliens kiesik, akkor jelentősen visszaesik. Tehát drasztikus visszaesés lehet egyik hónapról másikra. Másrészt pedig jelentős munkát igényel tőled olyan szinten is, hogy ezt a szolgáltatást neked valahogy képviselni kell, és a marketinges legtöbb esetben én úgy veszem észre, még a jók is, olyan, mint a Schuster cipője. tehát ők maguknak a saját marketingüket nem mindig olyan jól csinálják, tehát mi történik? Az a legnagyobb problémája, a legtöbb ilyen szabadúszónak, vagy ügynökségnek, amit én ismerek, hogy nincs elég ügyfelük. Na most, ha nincs elég ügyfelem, akkor mit árulok ezzel el, hogy az én marketiken nem olyan jó, vagy az én értékesítési képességeim nem olyan jó, hogy én el tudjam adni a szolgáltatást. Tehát ez nem csak annyi, hogy én elképzelem, hogy hogyan kell végezni ezt a szolgáltatást, hanem van ennek egy üzletépítési háttere is, hiszen ez is egy nagyon komoly vállalkozás, hogy én nekem foglalkozom kell az operatív dolgokkal, tehát hogyan kell egy klienssel dolgoznom, hogyan kell neki a legjobb eredményt csinálnom, és mellette még foglalkoznom kell azzal, hogy ez egy vállalkozás, tehát nekem ezt promózni kell folyamatosan, itt el kell adnom, és folyamatosan ugye új embert kell behoznom, mert lesz egy fluktuáció, ami minden egyes ügynökségnél ott van. De ez ennek az üzleti modellnek így úgymond az előnye, és ez a hátránya is, hogy nagy összeget lehet elkérni viszonylag hamar egy ilyen tevékenység miatt. Ugyanak egy nagyon jó üzleti modell, én azért nem választottam, mert találtam egy olyan dolgot, ami, ami számomra sokkal vonzult, de arról meg későbbiekben beszélünk majd. Következő ilyen nagyon gyakori üzleti modell és nagyon vonzó üzleti modell, amivel találkozhatsz akár az online világban is, az az online coaching vagy tanácsadás, amikor azzal foglalkozol, hogy a saját szaktudásodat adod el egy területen, vagy úgy, hogy ez, ez tényleges coaching, hogy valakinek segítesz, és esetleg nem személyesen ülsz oda mellé, vagy beszélgetsz vele, hanem online, vagy ö, ugyanezt megcsinálod úgy, hogy egy kurzusként adod át valakinek. Tehát eladsz egy kurzust a te szaktudásoddal. Ez egy nagyon jó biznisz, és én úgy látom, hogy nagyon-nagyon sokan nagyon szépen végzik ezt. Egy feltörekvő tevékenység aminek megvan a, a sikeres módszertana is, hogyha esetleg láttad a kódkesz epizódunkat, a lassú erik akit én meghívtam, ő ennek egy szakértő, és tényleg jól tud tanítani ilyen kócsvállalkozókat, és tényleg én úgy gondolom, hogy ez hiteles esetben, és ez egy jó vállalkozási lehetőség. De mivel kell számolni abban az esetben, hogy te, hogy te egy online kócs szeretnél lenni? Ugye nagyon vonzó az, hogy mit csinálsz, csinálsz egy infoterméket gyakorlatilag, vagy az idődet, vagy pedig egy kurzus formában egy, egy információs csomagot amit utána későbben értékesített, tehát olyan hatalmas, nagy energiába nem kerül, mint egy marketing ügynökség, ahol folyamatosan menedzselned kell azokat a klienseket, akik, akik veled vannak, és folyamatosan eredményeket kell nekik hozni, hiszen az információ az magában értékes és tud nekik lenni, másrésztről meg önmagában segít az, hogyha te nem csinálod meg ugyanazt vele, mint az ügynökségnél, hanem csak megtanítod például neki. Tehát ez egy másfajta energia tanítani valakit, és másfajta energia elvégezni egy szolgáltatást. Tehát ebből a szempontból egy nagyon mozó lehetőség. Sőt, hogyha van neked egy szaktudásod, akkor, akkor ez egy nagyon jó mód arra, hogy te online pénzt tud csinálni, és hogyha betartasz néhány szabályt, és tényleg jól megtanulod ennek a marketingét, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó modellé tud ez válni. Honnan tudom, mi is csináljuk ezt folyamatosan. Persze van olyan része, ami nem kellemes, mint mindennek, de önmagában ez egy olyan modell lehet, amit tényleg hosszú távon tudsz csinálni, hiszen hogyha szereted és szeretsz emberekkel foglalkozni, akkor nagyon-nagyon nagy szenvedélye tud ez válni. Ugyanakkor van ennek is egy olyan háttere, amit én, mint tevékenységet végző ember látok, és amit nem biztos, hogy vonzó akkor, mikor túllátunk egy olyan hirdetésen, amit akár Henrik, akár más csinál, hogy legyél egy online tanácsadó, vagy legyél egy online coach, akkor az nem nyilvánvaló, hogy ez a kurzus az önmagát nem fogja eladni. Tehát oda a nagyon komoly előkészület kell, magát a pozícionálás is nagyon jól ki kell dolgozni, hogy te hogyan leszel egyedi a piacon, és hogyan segítesz egy másik embernek, és ez néha a hónapok munkája tud lenni. Tehát nem úgy indul, hogy na, holnap felveszem a kurzust, és holnap után ezt eladom, hanem ennek van egy nagyon komoly előkészülete magának a marketing tevékenységnek. Másik ilyen esetleg hátrányának a tevékenységnek, hogyha nem értesz olyan dologhoz, vagy nem vagy akkor a szakértője a szakterületednek, akkor nagyon nehéz úgy pozícionálni saját magadat, mint egy szakértő. Tehát ha nem értesz valamihez, akkor azt nagyon nehéz eladni, hogy te értesz hozzá, és ugyanakkor nagyon hamar ki is derül, hogy nem értesz hozzá, hiszen látnak egy konkurenciát, látnak egy hasonló embert, aki ért hozzá, és már rögtön meg lesz az összehasonlítási alapuk, és nem tudsz onnantól kezdve azon a piacon megélni. Tehát van egy olyan igazából feltétele annak, hogy tényleg egy jó kócs legyen, hogy legyen egy megkérdőjelezhetetlen szaktudásod. Mert hogyha ez nincsen meg a területen, akkor mit akarunk eladni, meg hogyan akarjuk azt eladni. Hogyan segít ez egy másik embernek, hogy én kócs akarok lenni, de nem tudok mit eladni, vagy általánosságokat puffogtatok, vagy olyan kurzus hozok létre, ami én szerintem nem mindig tartalmas, és most lehet nagyon sokan megharagszanak rám, hogyha ezt mondom, de én úgy gondolom, hogy egy, egy produktivitás tréning az önmagában nem tréning, hanem része egy nagyobb témának, amit amit esetleg bele tudunk tenni. Például, ha azt mondom valakinek, hogy megtanítalak arra, hogy legyél mondjuk egy markei legyen mondjuk egy markei és te legyél a marketinges, akkor el tudom neked mondani, hogy hogyan oszd be az idődet marketingesként, és mi a legproduktívabb. De önmagában, hogy általánosságban elmondjam valakinek, hogy hogyan legyél produktívabb, kontextus nélkül, én úgy gondolom, hogy nem, nem egy, önálló, egy önálló szaktudás, vagy nem egy önálló téma. És nagyon sok ilyet látunk. Mi a, az egyértelmű azonosítva annak, hogy te tudsz valami ilyen dolgot csinálni, hát nézd meg az életedet, és az, hogy hány ebbennek teremtettél értéket, csak azzal, hogy te a tudásodat átadtad neki. Például, hogyha voltál korábban egy nagyon jó HR-es egy cégnek, akkor biztos vagy benne, hogy vannak olyan tapasztalataid, amit egy másik cég is hasznosnak talál. És erre lehet egy kulcsvállalkozást építeni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok minden van itt, amit, aminek teljesülnie kell, ahhoz, hogy te egy jó kócs legyél. készítőként ez ugye a másik oldala a coachingnak. Nyilván tudni kell, hogy mire gondol az én piacon, mi van az ő fejében, milyen kérdései vannak, amire én választ tudok adni. Na ezt hogyan tudod megtanulni? Hát úgy, hogy rengeteg időt töltesz azzal, hogy a piacoddal kommunikálsz, hogy folyamatosan kérdéveket hozol létre, személyesen beszélgetsz valakivel, aki ebben az adott témában érdekelt lehet, és megnézed, hogy ő valójában, valójában kíváncsi arra, amit én szeretnék egy kurzusban adni. Mert különben a kurzusom mit fog csinálni, amit az én egyik első kurzusom felraktam, meghirdettem, és jól lett rajta egy jó nagy mínuszom. Tehát a hirdetés, amit én elköltöttem rá, az gyakorlatilag nem fedezték az eladások. Tehát lett egy nagyon jó mínuszos coaching vállalkozásom. Ez nem egy nagyon jó életpálya, és nem egy könnyű életpálya, és nem az a lehetőség, amit először látnál, egy ilyen rózsaszín ködbe, hogy Úristen, én egy kurs veszek, és Úristen, én elmondtam már a Pistának, hogy milyen jó vagyok ebben, na lehet, hogy másnak is el tudom mondani. Tehát ez nem az a pálya, itt ezt sziszában kell tenni, viszont egy nagyon jó terület, csak nagyon sok feltétele. Na és akkor nézzük a következő játékost, akivel itt lehetőségként tudunk számolni. Mi lehet ez? Hát az a lehetőség, amit legtöbben online lehetőségként promotálnak, de valójában egy offline tevékenység, ez van egy online háttértámogatás. Most, hogyha ennyit elmondtam róla, akkor nagyjából már tudod, hogy miről beszélek. Ez az MLM, vagy Multi Level Marketing, vagy Network Marketing, mindegy, hogy hogy vagy Affiliate rendszerek, ez mind-mind egy dolgot takar. Nyilván nem a klasszikus Affiliate Marketingről beszélek, hanem az Affiliate rendszerekről, vagy MLM rendszerekről. Ez egy dolgot takar. Neked van egy offline tevékenységed, ami gyakorlatilag egy promóciós tevékenység, tehát a saját ismertség körödben, a saját networködben, vagy hálózatodban azt az adott szolgáltatást, vagy terméket, promotálod. És mit csinálsz? Próbálod a másik embert is igazság szerint rávenni arra, hogy ugyanazt a szolgáltás vagy terméket használja, amit te is használsz, és ebből tudsz realizálni magadnak egy valamilyen szintű hasznot. Tehát ez egy olyan lehetőség, ami nagyon elterjedt, és nagyon előszeretettel pozícionálják ezt a lehetőséget egy online lehetőség, ez nem egy online lehetőség. Tehát a legtöbb esetben ahhoz, hogy valakivel itt tudja egy üzletet kötni, szükséged van egy személyes tranzakcióra. Oké, el lehet mondani azt, hogy akár Zoom-on is beszélsz valakivel, de mire egy komoly üzlettársad lesz, valószínűleg már részt egy rendezvényen, ami egy offline rendezvény volt, valószínűleg a tréningek nagy részét nem online tartottad meg, és valószínűleg akkor alakul ki egy jó kapcsolódás egy ilyen hálózaton belül, hogyha van személyes, személyes lehetőség a találkozásra, akár egy rendezvényen, akár egy egy ilyen meetingen, ahol csak összeültek és beszélgettek közvetlenül. Tehát lennie kell egy kapcsolódásnak, hiszen ez az üzleti modell az emberi kapcsolatokon alapul. Honnan tudom, én is foglalkoztam vele, hogy majdnem mindenki, aki vállalkozott már, elkezdi ezzel a lépcsőfokkal, vagy valamikor találkozik az útja során ezzel a lépcsőfokkal, hogy multilevel marketing. Ami egyébként egy tök jó dolog, mert nagyon sokat lehet belőle tanulni, viszont nagyon falsul van pozícionálva, hiszen ez egy, nem egy teljes mértékben bárhonnan végezhető online lehetőség, hanem legalább egy ideig ez egy helyhez kötött, offline, személyes interakciókon alap, alapuló tevékenység lesz. És ez itt benne a legnagyobb, nekem, én úgy gondolom, fájdalom pontom, hogy ezt nem egy online lehetőség. Nem lehet összevetni egy egy online marketinggel, vagy egy webshop építéssel, hiszen teljesen más a csatorna, amin, amin foglalkozunk. A legtöbb ilyen MLM cégnél egyébként eleve tiltott az is, hogy akár egy Facebook hirdetés, vagy egy más social media hirdetést feladj, mert azzal nem egyenlő esélyeid lennének azzal az üzletépítővel szemben, aki ilyet nem tud csinálni, és egy másolható modellt keresnek, nem pedig az, hogy te valamiben kiváló legyél. Jó? Tehát ez egy nagyon jó lehetőség, nagyon sok pénz van benne, nekem személyes ismerőseim is vannak, akik nagyon jó pénzt csináltak benne, viszont ez nem egy online lehetőség, legalábbis első körben nem az, és nem egy olyan lehetőség, amiben bárki bármikor sikeres tud lenni, hanem egy, egy specifikus személyiségtípus kell hozzá, és hogyha ez nincs meg neked, tehát például te nem vagy olyan típusú, aki egy MLM céget jól tudna működtetni, vagy egy MLM cégnek jó partnere tudna lenni, akkor nem azt jelenti, hogy ez nem való neked, hanem azt jelenti, hogy azzá kell válnod. És a legtöbb ember itt akad el, és ezen nem ez sikeres benne, mert nem hajlandó olyan lépéseket megtenni, amikkel olyan emberré válunk, aki sikeres egy network hálózatban, vagy egy hálózatépítésben. Tehát nagyon sok ember például nem hajlandó félredobni a családi eseményeit azért, hogy el tudjon menni egy olyan rendezvényre, ahol mondjuk tréninget kapna egy MLM cégtől. És akkor már nem feleltünk meg az első számú feltételnek, mert hogyha én nem megyek el, akkor hogyan várhatnám el, hogy más elmenjen az én csapatomból? Tehát a példamutatás már nem jött össze. Következő kell egy vezetői személyiségtípus hozzá. Most a legtöbb ember tudjuk, hogy nem vezető, hanem követ egy vezetőt. És hogyha nincs meg benne az az individualitás, ami ami működtethet egy ilyen modellt, akkor már ezt először ki kéne alakítani. Tehát megint egy hosszabb út. És akkor még beszéltünk arról, hogy milyen anyagi háttérre indulunk neki. Igen, bárki számára elérhető a legtöbb ilyen lehetőség, mert viszonylag kicsi a beindulási költség, vagy bekerülési költség. De ugyanakkor az, hogy én tréninget vásárolok, az, hogy én megvásárolom azt a mennyiségű terméket, amivel nekem egy tényleges tapasztalatom lesz, az tőkeigényes. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nulla tőkével tudom ezt működtetni, hiszen bele kell fektetnem valamilyen tőkét, ugyanúgy, ahogy egy egy másfajta webshopnál is belefektetném ezt. Tehát nagyon sok állítás nem igaz ezzel a lehetőséggel kapcsolatban, és nem azért rossz ez a lehetőség, mert éppen maga a lehetőség nem jó, hanem azért, mert nem jól van pozícionálva, és az emberek és elvárásokkal várna, vágnak neki. Azt mondják, hogy én 5 perc gazdag leszek, még milliárdos leszek, még milliómos leszek, mint a színpadon a másik ember. Ez nem így működik, ez egy komoly üzleti modell, itt vállalkozói kvalitások kellenek, nagyon sok fejlődés kell hozzá, és egy alapvető nagyon nagy alázatosság, hogy egy olyan modellben részt tudjak venni, ami, egy, ami ehhez tartozik. És ezt még egyszer mondom, egy jó lehetőség, de a legtöbb ember nem alkalmas arra, hogy ezt csinálja, és nem azért, mert genetikailag nem alkalmasá, hanem mert a döntései nem teszik alkalmassá őt. A következő ilyen lehetőség, ami nagyon hasonlít akár egy emelemhez, akár egy marketinges tevékenységhez, az az affiliate marketing. Ez egy nagyon új keletű ö, vállalkozási forma, De gyakorlatilag azon alapszik, hogy van valakinek egy online szolgáltatása, vagy terméke, ugye ez függ attól, hogy milyen az affiliate marketing, mert lehet egy nagyon ilyen alacsony értékű úgynevezett low affiliate program, ahol akár egy fizikai terméket adunk el, mint a dropshipping, vagy bármilyen ilyen dolog, Én valahol ezt ide sorolom ezt is, a másik pedig, amikor lehet egy nagyon magas értékű program, egy high ticket program, akár egy nagyon nagy szoftvernek a, az affiliate marketing, és akkor te a saját piacodon, amit mondjuk Magyarországon még nem használnak sokat, még szoftvert, te megpróbál bevezetni ide a saját marketing tevékenységet kapcsán. Ez egy nagyon jó lehetőség, ez egy nagyon úgy gondolom egy, egy kezdőnek is egy alkalmas lehetőség arra, hogy megismerje akár a marketing világát, akár az online marketing világát, akár az online lehetőség világát, hogy ő affiliate marketinges lesz. Tehát ez önmagában jó mi ennek a, a nem promótált oldal, vagy az az oldala, ami annyira nem szimpatikus a legtöbb embernek, azon túl, hogy ő megnézett egy jó kurzust erről, vagy látott egy, egy vonzó hirdetést erről. Hát az, hogy először is ki kell választani egy megfelelő terméket vagy szolgáltatást ennél a üzleti modellnél, és mint a webshopnál. Ha nem sikerül jól választanod, és neked tetszik egy szoftver, mert te használnád, de rajta kívül maximum két ember van az országban, akinek ez hasznos, akkor nem árulok egy nagy titok, titkot, hogy a, az affiliate vállalkozásod mondhatjuk, hogy halára van ítélve, hogyha ezen a, ezen a alapszik. Tehát az első fontos gondolat, hogy meg kell találni egy nagyon megfelelő szolgáltatást, ami, ami, tényleg jó arra és alkalmas arra, hogy te ezt marketingeld. Következő fontos lépés ennek a modellnek, hogy neked egy jó marketingesnek kell lenni. Tehát ez nem úgy működik, hogy jó, kitaláltam, hogy ilyen affiliate marketinges leszek volna, ez az életem, Úgyhogy semmilyen tapasztalatod nincsen a marketingben, fogalmad nincsen, hogy hogyan kell egy embert meggyőzni valamiről, tehát lehet, hogy szélszesneként is gyenge, vagy nem csak marketingesként. És, és te azt gondolod, hogy ebből majd hip-hop meg fog szélni, anélkül, hogy jó szövegeket írnál, jó landing oldalt építenél, jó sablonokat használnál ehhez, tehát bármi olyan folyamatot vagy jó élmény a marketinget építenél köré, ami egy alapvető marketing tevékenység. Anélkül, hogy ez meg lenne neked, nem leszel benne sikeres. Tehát ott is egy tudással kell kezdeni, hogy ez felépüljön. Tehát nulláról holnap nem tudod elkezdeni, tudás nélkül. Mert egyszerűen nem az a modell. Ugyanakkor jó modell, mert jó sok pénzt lehet belőle jó hamar keresni, és a pénzt vissza tudod forgatni például arra, hogy vásárolj magadnak célközönséget a továbbiakban. De itt is az indulásnál bukik el a történet, ahogy majdnem minden üzleti modellnél, hogy oké, okay, de tanuljak már egy pici marketinget először, és választok már egy jó szolgáltatást először, mielőtt én kijelentem magamról, hogy ez az én vállalkozásom. És ez akkor lesz az önálló tevékenység, hogyha ebből bizonyítottan van egy rendszeres bevételed. És még ott is felmerül ennek a, az a hátránya, ami az egy termékesebb hogy lehet, hogy a szolgáltatás az egy idő után kifut. Mert van egy élettartama, ameddig érdekes. De van olyan, hogy valakinek érdekes mondjuk az egyik szolgálás, úgy úristen, nekem kell egy jó, nem tudom, CRM rendszer, egy ilyen ügyfélkövető rendszer, és ez addig lesz érdekes, még valaki nem csinál egy jobbat magyar piacra optimalizálva. Például jön egy konkurenciád, aki lefejleszti majdnem ugyanazt, amit a te szoftveret tud, amit Amerikából behoztál, de mondjuk magyar piacra van optimalizálva, a magyar Összes számlázó programmal össze van kötve, és olyan előnyei vannak, amivel te nem tudsz haladni tovább. Tehát, mit fognak csinálni a te vásárlóid? Egyszerűen átmennek ahhoz a másik szolgáltatáshoz. És most ez egy szoftver példa volt. Oké, okay, tudom, külön kategória lehetne a szoftver értékesítés, de mégis azért a legtöbb helyzetben a high-ticket eh, affiliate programok azok vagy szoftverről szólnak, vagy valamilyen olyan nagy értékű szolgáltatásról, amit, amit érdemes hosszú távon vásárolni. És ugye szolgáltatásnál nyilván nem ez a hátrány jön, hanem a marketinges hátrányon, hogyha visszamondják, visszaesik a bevételed, foglalkozni kell az ügyfelekkel, a szoftver, meg nyilván a szoftvernek a hátránya jön, hogy alkothat valaki egy jobbat, és neked nincs hatásod arra, hogy hogy nézzen ki utána a te szolgáltásod, vagy terméket, amit pozíciálsz, hiszen te nem az vagy, aki ezt képvisel és létrehozta, te az vagy, aki ezt te eladod valamilyen célpiacnak. Tehát nincs hatásod arra, hogy ez jobb legyen. Maximum küldesz egy, egy jegyet a szuportnak, hogy segítsen rajta egy kicsit. Tehát ezek azok a, a hátrányai, amik nem nyilvánvalóak ennek, és a másik nagyon nyilvánvaló hátránya, hogy a legtöbb ember azért választja az e marketinget, mert nem lát olyan lehetőséget, amiben jó lenne mondjuk webshoposként, nem elég jó marketinges, tehát eleve diszkvalifikálja saját magát, de ez már másik kérdés, és még nem ért semmi ez, amit kulcsként vagy pozícionálni tudna. Tehát, úgy megy bele ebbe a dologba, hogy nincsenek meg az alapjai hozzá. Tehát mi lesz ebből? Az, hogy az affiliate programok nagy része, akármilyen jó a program, még hogyha a lehető legjobb tréninget megkapja valaki, akkor is olyan embereket termelnek, akik nem profitábilisak, és így hullanak ki az egész rendszerből folyamatosan. Tehát ez az óriási nagy, nem tudom, olyan oldala, amit, amit nem látsz közvetlenül akkor, mikor látsz egy jó hirdetés, hogy úristen elfér. marketing, nem is kell saját termék, nem is kell saját szolgálás, nem is kell semmi. Én nekem csak az a feladatom, hogy landing oldalt csináljak egy sablon alapján, és írjak hozzá egy kis szöveget. Igen, csak a landing oldal meg a szövegírás az önmagában egy olyan marketinges készség, amit a, talán a legjobb marketingesek sem mindig tudnak jól csinálni. Tehát kicsit sántít ez a fajta üzleti modell úgy, hogy ez egy nagyon könnyű üzleti modell. Azonban egy jó üzleti modell, csak nyilván jól kell csinálni. Na most az a nagy különlegessége ennek az összes dolognak, amit mondtam, hogy ezek nem mindig vállalkozásként működhetőek, hanem nagy részük, akár szabadúszóként is működhet, akár úgy is, hogy csak résztevékenységet végzel benne. Most ezek a szabadúszó programok között vannak jobbak, vannak rosszabbak, amik megtanítanak téged mondjuk egy készségre, és hogy hogyan tudod azt egy, akár egy szabad piacon eladni, hogyan tudsz abból pénzt csinálni. Nyilván itt meg lehet válogatni a készségeket is, hogy például mit jelent a szabadúszás önmagában, mert az, az igazság szerint csak azt jelenti, hogy én nem vagyok sem egy önálló, teljes értékű vállalkozó, sem az, hogy én egy alkalmazott vagyok. Tehát valahol a kettő között vagyok, mint szabadúszó. Tehát az önmagában nem tevékenység. A tevékenység mitől lesz az? Az, hogy van neki egy tematikája. Például videóvágó vagyok. És akkor van mondjuk egy olyan projekt, ahol virtuális asszisztensként én vagyok a videóvágó, de nem önálló videóvágó vagy tartalomgyártó cégem van, és nem feltétlenül vagyok alkalmazottja annak a cégnek, aki, akinek én dolgozok akár van, vannak olyanok, amik kisebb értékűek, annyira sok pénzt nem tudsz velük keresni, Ilyen az, hogyha mondjuk a az asszisztensként valakinek az Excel táblázatait csinálod, azért nagyon magas órabért nem lehet elkérni vagy, vagy számlázol valakinek, vagy esetleg a weboldalt karban tartod. Ezek olyan dolgok, amik, amik jók, jók, de önállóan egy szabadúszó tevékenységet úgy, hogy csak ebből élj, és az a, kialakuljon az, amivel promotálják a kurzust, hogy ez egy, tényleg egy laptop lifestyle, hogy elég a telefonod, elég a laptopod, bárhol lehet a világon, felrakolja a, a kurzus készítő, hogy ő éppen most Balim van, vagy éppen most nem tudom, Tájföldön van, vagy egy olyan helyen, ami, ami ami egy különleges, egzotikus hely, és akkor ő onnan tud dolgozni. Oké, okay, kurzuskészítőként nyilván lehet, hogy megvan a szabadsága, de meg az az anyagi háttere, de mondjuk egy egyszerű virtuális asszisztens, akinek nem olyan tevékenység van a kezében, ami ekkora profitot képes termelni, nem fogja ezt elérni, csak az, hogy van egy kiegészítő jövedelme a főállása mellett. Vagy egy másik vállalkozása mellett besegít valaki másnak, hogy legyen egy kicsi több pénze. Na de van -e olyan szabaduló szabadúszó tevékenység, ami, aminek biztos piaca van, tehát mindig van rá igény, és mindig hiány van belőle. Emellett nagyon könnyen megtanulható, tehát nem kell hozzá egy speciális készség, mint a videóvágás, és mégis nagyon hamar működtethető, és mondjuk megfelel annak is, hogy az előző üzleti modellek jövedelmét meg tud belőle keresni. Igen, van ilyen, de először nézzük meg, hogy hogyan alakul ki az igény erre. Először is, hogyan épül fel, akár mondjuk beszéljünk egy kócsról, mert könnyű elképzelned neki akár egy, egy marketing kampányát is. Egy kócs mit csinál? Időszakosan megnyit egy kurzust, utána meg lezárja a kurzus. Vagy megnyit egy coaching programot, utána lezárja a kurzus. Hogyan csinálja ezt? Valószínűleg van neki egy reklámtevékenység, egy marketing tevékenység, hogy felépíti ezt a kurzust. Ez lehet akár e-mailek, lehet akár Facebook hirdetés, mindegy, valami, amivel felkelti az érdeklődés az ő programjára, és utána pedig ugyanez a, 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 a csatornán keresztül tehát mondjuk újabb hirdetésekkel, újabb e-mail marketinggel, vagy újabb social media posztokkal megpróbálja meggyőzni az embereket, hogy vásárolják meg ezt a kurzusát. Tehát van neki egy adott büdzséje, amit elkölt mondjuk magára a marketingre, azzal elér egy bizonyos típusú embermennyiséget, és azok közül az emberek közül ugyanezzel a, a tevékenységgel, nem tudom, lezár vagy elad egy x mennyiség embernek, mondjuk egy. 10-15% már jó számnak számít, de még az 5% i sok terméknél vagy sok vállalkozásnál jónak számítaná, hogyha minden egyes ilyen marketing kampányból egy kócs el tudna adni az emberek 5%-ának. Tehát van neki egy ilyen tevékenysége. Na most ennél a tevékenységnél azért csak 5% az embereknek a vásárlási aránya, mert kit találtunk meg, aki önmagától képes arra, hogy döntsön, és azt mondja, hogy jó, ez a program nekem kell, akinek most aktuális, vagy legalábbis észrevette, hogy most aktuális neki ez a program, és meg is vásárolta, és akit elért a mi hirdetésünk, tehát lehet, hogy valaki azért nem vásárolt, mert elfelejtette a programot két nap után, és nem látta mondjuk az újabb hirdetést, amivel ezt eladnák neki, és kicsúszhat az időből. Tehát van egy nagyon szűk kör, akit ezzel megtaláltunk. És nem számoltunk azzal, hogy az emberek nagy részének nincsen, valós kezdeményező képessége. Nincsen mondjuk az meg bennük, hogy egy határozott döntés hozzanak, hogyha nem segít nekik valaki ebben a döntésben. Nem tudnak meggyőződni valamiről. Legtöbb esetben nem tudnak kérdezni az adott embertől, aki ezt a kurzust vagy akár coaching programot árulja, és ezért, ezért nem alakul ki bennük az a bizalom, hogy ők ezeket pénzt adjanak és megvásárolják. Na itt jön a képbe az a szabadúszó tevékenység, amiről most beszélek nektek. Mégpedig az, hogy én segítek egy ilyen vállalkozónak, vagy egy teljesen más vállalkozónak, nem az a lényeg, csak a példakedvér, hogyha ez ilyen vállalkozók, egy ilyen vállalkozónak segítek, hogy eljussunk még több emberhez, akit, akit elért a mi marketing tevékenység, vagy reklámunk. Tehát megtaláltunk nagyon sok embert, van e-mail címünk, telefonszámunk nagyon sok emberhez, de csak egy X része vásárolt. Na most hogyan lesz ebből több? Elkezdek azzal foglalkozni, hogy megkérdezem a maradék részt, ugye ez egy elég nagy szórás, hogyha 500 ről beszélünk, akkor ott marad a 95%-a ha 10%-ra akra 90% az embereknek, és azokat az embereket megkérdezzük, hogy egyébként ő neki tetszette a mi marketing tevékenységünk, tetszette a videósorozat, amit adtunk ingyenes videóként, tetszette neki a webinár, tetszette neki a betekintő lecke, tetszette neki akár a terméknek a mintája, tetszette neki az, hogy egy hónapot ingyenesen kapott valamilyen, valamilyen előfizetéses programnál, és nyilván elkezdünk interakcióba lépni ezekkel az emberekkel, akik itt vannak ezek ezen a listán. Ez miért nem nehéz? Azért, mert nem olyan emberrel beszélünk, akit nem érdekel, tehát mint egy call center, hogy én felhívok valakit, akit a napja közepén megzavarok valamivel, és abszolút egy olyan dolgot akarok neki eladni, ami őt egyáltalán nem érdekli, hanem valakit, akit már megszólított egy marketing, egy olyan emberrel kezdek el beszélgetni, valami olyan témáról, ami nyilván szemmel láthatóan érdekli, különben nem iratkozott volna fel. Tehát beszélgetek picit egy ilyen emberrel. Mit csinál Nog ennek hatására? Hát itt ketté ágazik majd a tevékenység, de nyilván a végleges célja az, hogy ez az 5 és 10 százalék eladás ez felmenjen 15, 20, 25, 30 százalékra. Tehát egy nagyon nagy értéket teremtek. Miért teremtek ezzel értéket? Azért, mert nagyon hasznos lesz annak az embernek, akinek van ezzel kapcsolatban kérdése, aki szeretne egy kicsi személyes odafigyelést, és akinek nincs meg az a kezdeményező képesség, hogy ő magától döntsön, hanem kell neki egy kicsi ráhatás. Tehát ezzel nagyon hasznos vagyok az én vásárlómnak, vagy a kursnak a vásárlójának. Nagyon hasznos leszek ezzel a vállalkozónak, mert elérek egy olyan embert, akit ő a marketing tevékenységével tisztán nem tudott elérni, vagy ő maga nem tudott elérni. Tehát neki extra pénzt teszek a zsebében egy olyan tevékenységgel, amit nem neki kell megcsinálnia, és mégis nagyon értékes. És nyilván ez nekem is nagyon hasznos lehet, hiszen a létrehozott haszonból jogosan tudok elkérni egy bizonyos részesedést. Na és ez hogyan néz ki a gyakorlatban, mi, mi ez a tevékenység? Ez a tevékenység, ez a szabadúszóként szélszes vagy online szélszes tevékenység nem keverjük ezt össze azzal, hogy egy más tradicionális értékesítés hogy néz ki. Tehát nem a bolti eladóról beszélnek, aki bemegy, és ha betér valaki a boltba, akkor kicsit beszélget vele, vagy hogy segíthetek -e keresni valamit, vagy segíthetek valamit, vagy nem tudom, ez esetleg jobban áll neked. Tehát nem, nem ez a tukmálós értékesítés, meg nem is az, amikor a piacon túl kiabálok valakit. Nem arról van szó, hogy én beülök egy ingatlan irodába, vagy egy biztosítós irodába, és akkor olyan szolgálást adok el, amire a legtöbb ember ellenállással reagál. Tehát nem azt mondom, hogy nem kell nekik, mert kell nekik, de, de a legtöbb esetben nem szeretek se egy biztosítóssal beszélgetni, se pedig egy ingatlanossal beszélgetni, mert úgy érzem, hogy nekem alapvetően nem lenne igényem erre a szolgáltatásra. Nyilván van kimondható igényünk rá, különben nem élne meg se az ingatlan biznisz, se a biztosítózás. Tehát van erre igény, csak, nem nyilvánvaló a, a vásárló számára, tehát nem egy ilyenfajta tevékenység ez, amikor valakinek ö, bemutatom azt a programot, ami irántam úgy is érdeklődne. Tehát ez összes lehet hasonlítani a kettőt, és nem kell hozzá öltönyben ülni, nem kell hozzá beülni egy irodába, nem kell hozzá az, hogy elszámoltasson téged egy főnök, aki kikérdez, hogy úristen, mit csináltál a héten, meg hogy úristen, miért csak ilyenek a számait. Tehát nem ez a fajta szélsztevékenységről beszélünk, és nem is arról a tevékenységről beszélünk, amit ugye sokan esetleg. Ö, rossz tapasztalatként éltetek meg, hogy egy MLM cégbe elkezdhetek valamit, és a saját ismerőseiteket elkezdtétek valamivel megkeresni, amit nem tudjátok, hogy ez hasznos-e nekik, de ti hisztek benne, és így, így elvész a kommunikáció a, a, két, a két síkon. Tehát, ha nem egy olyan emberrel beszélgetsz, aki érdeklődik valami iránt, segítesz neki a döntést meghozni, és ezáltal pénzt csináltál vállalkozónak, jó döntés hozott a vásárlód, és örül a terméknek, vagy szolgáltatásnak, és te is pénzt csináltál vele. Tehát egy, egy nyer, nyer helyzet, ami az nem kell már az, hogy fizikailag te ott legyél. Tehát ezt lehet egy telefonnal végezni, lehet egy laptoppal végezni, hogyha esetleg ilyen zoomos konzultációkat csinálsz egy másik emberrel. Tehát igazából ezt tényleg nem kell az, hogy helyhez legyél kötve. Nekünk is az értékeség nagy része gyakorlatilag otthonról dolgozik, vagy onnan, honnan akar. Én ezt nem kérem számon, nincsen, nincsen igazából itt limit a saját magad ura vagy, amit a legtöbb ember keres, amikor vállalkozást akar, hogy a saját maga ura legyen. Ha nem mozol számokat, akkor kevesebb pénzt kapsz a hónap végén. Tehát tök egyszerű az egész üzleti modell. Na de nem kell ennyire beleszaladni, mert mondhatod azt, hogy te nem vagy olyan személyiség, aki el tud adni egy másik embernek. Na most az a helyzet, hogy ennél az online sziaszt tevékenységnél az a jó hírem van, hogy itt neked nem feltétlenül kell a tényleges értékesítés megcsinálat. Tehát nem kell azt csinálnod, hogy te beszélsz valakivel, és el kell kérned tőle a pénzt, vagy, vagy a szerződést meg kell vele kötnöd, vagy bármilyen dolgot, ami, amit te úgy gondolsz, hogy egy Inkább egy ilyen nagyon nagy értékesítős tevékenységes én. Hát én nem vagyok olyan típusú ember, hogy ezt én meg tudom tenni egy másik ember, hogy elkérem a pénzét. Tehát nem kell ezzel foglalkoznod. A legkisebb lépése, és a legalapvető lépése annak, hogy valaki ezt a tevékenységet el tudja kezdeni, az, hogy időpontot egyeztet időpont egyezése alatt mit értek, nem a hideg hogy felhívlak ismeretlen, és akkor beszélgetünk, hanem ott van egy adott ember, aki érdeklődik valami iránt. És megkérdezem, hogy miért érdeklődsz ezért. És hogyha úgy érezzük mind a ketten, hogy neked ez tényleg egy jó dolog, akkor azt mondom, hogy figyelj, van itt egy szakértő, nyilván a szakértő az lehet egy értékesítő, aki mondjuk tényleg le is tud zárni valakit, tehát tud pénzt elkérni tőle, vagy lehet az a vállalkozó, akinek te dolgozol, hogy figyelj, itt egy szakértő, akivel te tudsz beszélni, és még részesebben tud válaszolni a kérdésedre, de én meggyőzöttem arra, hogy lehet, hogy neked ez, ez, egy, ez egy, hasznos szolgáltatás, vagy egy hasznos termék lenne. Nyilván a tiéd a döntés, hogy te mit döntesz ezek után, de én úgy látom, hogy legalább annyit, hogy 15 percet még beszél valakivel, aki jóval kompetensebb nálam, ez ér. Mit szólnál hozzá, hogyha foglalnék neked egy időpontot a vállalkozóhoz, vagy ehhez a tanácsadóhoz, vagy ehhez a, a szakértő, amit mondtam neked? Tehát ennyi az egész dolog, amit csinálsz. És mi történik? fogod, lefoglal az időpontot, a vállalkozó mit csinál, úristen, ezt nem értem el a marketinggel ezt az embert, mert hiába küldtem neki 8 e mailt hiába hirdetek itt már napi több ezer forinttal, vagy több tízezer forinttal, nem találtam meg ezt a, ezt a, lehetséges vásárlomat, hát tessék, fizetek neked azért, mert létrehoz egy időpontot. És mennyi pénzt lehet ezzel keresni? Hát sokkal többet, mint te azt gondolod, és sokkal többet, mint hogyha elmennél valakinek Excel táblázatokat létrehozni. Tehát már önmagában ez a belépőszintű szintű tevékenység önmagában egy nagyon jó dolog tud lenni, ami tényleg elég egy telefon, mert mit csinálsz, beszélgetél valakivel, foglalt egy időpontot valakinek, tehát egy nagyon egyszerű dolog, és mégis egy óri, olyan értéket képvisel egy vállalkozásban, amiért el tudsz kérni pénzt, hiszen lehetőséget adsz valakinek arra, hogy értékesítsen, lehetőséget adsz arra valakinek, hogy pénzt csináljon, Egyszerűen azzal, hogy előkészítettél egy embert, és kiválogattad, hogy ne olyan emberrel beszél már, akinek egyáltalán nem érdekes ez a program. Mert nyilván itt is el kell mondani a másik oldalát is, tehát nem minden ember fog időpontot foglalni veled, még akkor is, hogyha rajta van egy ilyen listán, hogy érdekelte a termék, mert lehet, hogy tökre nem az érdekli. Mondok egy példát, hogyha már nagyon szóba hoztam itt a, akár az excel és vannak Excel kurzusok. És valaki jelentkezik rá, mert tudja, hogy a vállalkozásában erre szükség lenne, de meggyőződik arra, hogy úristen, nekem nem is egy Excel tanfolyam kellene, hanem valaki, aki ezt megcsinálja. Nyilván ez a, ennek az embernek nem fogsz egy időpontot foglalni a szakértőhöz, mert neki nem erre van szüksége. És ez is egy érték a vállalkozó szemében, hogy úristen megkímélte őt attól, hogy egy olyan emberrel kelljen beszélgetni, vagy időt tölteni egy olyan emberrel, aki, akinek nem tudna, ha a fejem pörög, se eladni. Viszont neked nyilván egy kicsit stresszes volt, vagy nem volt stresszes, mert nyilván beszélgette valakivel, tehát az nem stressz, de kicsit az idődet elvette az, hogy egy olyan ember is beszéltél, aki nem potenciális vásárló. Tehát itt az a kulcs, hogy megtanulod azt jól csinálni, hogy megszűröd, hogy ki a potenciális vásárló, és aki az, az természetesen lefoglalj neked egy időpontot. Tehát ez a belépő szintje az online sziasznak, ez a belépő szintje annak a szabadúszó tevékenységnek, amit én úgy látok, hogy talán a, a legegyszerűbb most, és amivel a legkönnyebben tudsz a legtöbb pénzt csinálni jelen helyzetben. Mi a következő szintje? Nyilván a következő szintje az már nem egy olyan szint, ami az elég a szorgalmad, mert ugye egy telefonhíváshoz, hogy időpontot egyeztessek, legtöbb esetben nagyon nagy képzés nem kell. Kell valamennyi, mert kell egy emberi bánásmódot tanulni. Tehát, hogyha soha nem beszéltél emberekkel, mert egy hegyen éltél 50 éven át, akkor valószínűleg nem ez lesz a te tevékenységed de, de nem olyan szintű szaktudás kell hozzá, mint ahhoz, hogy valakivel egy olyan állatot, hogy valakinek egy olyan állatot át tudja adni, ami mondjuk egy magas értékű, vagy ami sok pénzbe kerül. Jó? Tehát el, először is szorgalommal kezdődik. A következő szintje ennek a tevékenységnek az, amikor már tudást is építesz a szorgalom mellé, tehát arról van szó, hogy neked nem csak egy szorgalmad van, amivel megkeres egy másik embert, aki egy ilyen listán szerepel, hanem még képességed is van arra, hogy a lehető legjobban bemutass neki az adott szolgáltás terméket, vagy éppen egy coaching programot, úgy, hogy ő elég értékesnek érezze azt, hogy ezért pénzt adjon. Tehát nyilván ez már értékesítői képesség, hogy én képes vagyok egy másik embernek átadni valamilyen szolgálásnak vagy tanácsadásnak az értékét. Ugye ezért hívják értékesítésnek. Viszont, hogyha ezt jól csinálod, akkor ezzel a szabadúszó tevékenységgel, hogyha nyilván azért szabadúszó, mert nem lekötjük magad egy irodába, hanem egy olyan embernek csinálunk értékesítést, aki, aki, akár online promózik, vagy, vagy, vagy legalábbis van valamilyen kötöttsége egy online bizniszhez. Jó? Tehát ezt fontosnak tartottam tisztába tenni. De ezzel, a, ezzel, hogyha te ezt csinálod, egy olyan értékes tevékenységet tudsz létrehozni, ami közvetlenül pénzt termel az adott vállalkozásnak vagy cégnek. Tehát azzal a közvetlenül pénzt raksz a zsebébe. Mert ő, amit nem ért el marketinggel, hirdetéssel, e-mailekkel, posztokkal, vagy bármilyen videókommunikációval, ezt az ember te képes vagy meggyőzni arról, hogy ez a, az adott szolgáltás, ez már pedig neki, neki fontos és jó. Nyilván nem úgy győződ meg, hogy neki nincs elég tehát nem a tukmálásról beszélünk, hanem ismét kihangsúlyozom, hogy egy olyan emberrel beszélgetsz, aki érdeklődik ez iránt, csak mondjuk van előtte másik lehetőség is, vagy van előtte még egy olyan olyan ö, kifogás, probléma, helyzet, amit ő nem lát saját maga, hogy hogyan tudná megoldani ez a, ez a program. És ha te segítesz neki ezen túllendülni, akkor nyilván az a logikus következmény, hogy vásárolni fog. Na most, hogyha elég jó ilyen szolgáltással foglalkozol, amivel vagy könnyű eladni sokat, vagy elég nagy értéke van ahhoz, hogy jó legyen rajta a jutalék mennyisége, akkor ezzel még több pénzt csinálni, mint az időpont egyeztetéssel. Miért? Azért már nagyon egyszerű kiszámolni, hogyha egy 10-15 százalék sikerdíjat ezt mondjuk egy 3-400 ezer forintos termékkel, akkor gyakorlatilag egy híváson keresni 30-40-50 ezer forintot. Jó? Tehát ez 30-40-50 ezer forint, és lehet 6 darab ilyen hívásod. Nyilván mindenkinek nem fogsz eladni, mert akkor sem, a világ legből vagy, de hogyha egy-két embernek naponta eladsz, akkor számolt ki, hogy ezek a jutalékok egy ilyen nagyértékű terméknél, hogy mit jelentenek neked havi szinten. Ez már megint egy olyan szabadúszó tevékenység, talán az egyik legjobb, csak nyilván vannak feltételei, amivel, amivel helyfüggetlenül tudsz egy olyan összegű bevételt generálni saját magadnak, ami mellé nem kell neked se egy főállás, se egy másik vállalkozás, se egy olyan, olyan dolog, amit neked pluszban kellene csinálnod, hanem közvetlenül csak ebből meg tudsz élni. Nyilván feltétele, hogy ezt jól csináld, és feltétele, hogy szorgalmas legyél, és csináld. Tehát mindennek munkanélkül nem kapsz meg semmit, itt is bele kell tenni a munkát, és meg kell tanulni ezt a tevékenységet de ugye ezt letisztáztuk, hogy bármit választanál itt online lehetőség közül, akár a webshopot, akár a marketinget, mindenhol tanulnod kell először, tehát a kurzus díja az gyakorlatilag, vagy kurzusok díjai, azok nem beleszámolhatóak ebbe. Egy iskolába is elmentél. és visszakérdezhetnék ebbe az esetben, hogy jó, de mennyibe kerül mondjuk egy ilyen kurzus. Visszakérdezhetnék, mennyibe kerül egy olyan diploma, amivel nem tudtál elhelyezkedni. Fél évente mennyibe kerül egy egyetem ahhoz képest mennyi pénzt csináltál a diplomáddal, vagy ahhoz képest mennyi lehetőséget kaptál a diplomáddal, és mennyi pénzt keresni, még akkor is, hogyha elhelyezkedsz egy, egy, jó diplomával. Ugye kezdő fizetések, tudjuk nagyon jól, hol kezdődnek, egy gyakornaknál ilyen 200-300-400 forintnál megállnak. Na, ehhez képest 5 évig tanult valaki érte. Akkor helyező kontextusba azt, hogyha én valamilyen ilyen online tevékenységet megtanulok, és ezért pénzt költök, ami valószínűleg töredéke lesz egy diplomának, akkor nézzük meg, hogy milyen eszköz kapok én a kezemben. Mert az egyikkel van egy papír, amivel kvalifikált vagyok egy bizonyos munkára, másikkal meg van nekem egy eszközöm, amit szabadúszóként időben, helyben függetlenül tudok végezni a világ bármelyik részéről, és kézzel fakató pénzt termelek vele. Honnan tudom azt, hogy ez tényleg pénzt termel, és honnan tudom azt, hogy, hogy ezzel meg lehet élni, onnan, hogy mi is ezt csináljuk, és van egy csapatunk, aki szintén ezt csinálja, és ezzel foglalkozik. Oké, és rendben van, látjátok, hogy ez egy jó dolog. Látod azt, elhitted azt, mondjuk nekem ebben a videóban, hogy ez számodra is lehet egy lehetőség, és jöhet benne a kérdés, hogy hogy a jó Istenbe kezdesz el azzal foglalkozni, hogy te egy online szélszes leszel, vagy egy ilyen szabadúszó szélszes leszel, aki ezzel foglalkozik. Ugye, hogyha tetszik valami, akkor hogyan tudom én ezt elkezdeni? Hát először is nyilván találnod kell egy olyan ajánlatot, amit képviselsz. Tehát majdnem ugyanaz a folyamat, mint az affiliate marketing, de, de mégis másabb, mert ugye nagyjából tudod azt, hogy kik a, a top vállalkozók egy-egy piacon. Tehát majd pontosan tudod azt, hogy ki a, kik a legjobb kócsok Magyarországon, mert nekik látod a legtöbb hirdetését, nekik látod a legtöbb akár social media megjelenését, tudod azt, hogy mivel foglalkoznak, mert évek óta ezt csinálják, tehát meg tudsz keresni egy ilyen embert, hogy szeretnék egy ilyen a te csapatodban lenni, mint szélszes mondjuk. Vagy tudod azt csinálni, hogy feladsz egy ilyen hirdetés. Egyébként megsugom nektek, ha csak simán azt mondanám, hogy nem online sales, hanem szabadúszó sales, a, a legtöbb álláshirdető portál, és most szándékosan nem mondok neveket, 40%-a olyan hirdetéssel van tele, ahol értékesítőt keresnek. Ez annyira hiányzik. Másik módja annak, hogy olyan promózdít saját magad, ugye egyrészt feladhatsz te is egy ilyen hirdetés, hogy te ezzel foglalkozol. Másik módja, vannak olyan csoportok, ahol akár virtuális asszisztenseket keresnek, oda hogy ki tudsz saját magadról tenni egy posztot, hogy te ezzel foglalkozol, és keresel a legjobb lehetőséget saját magadnak. De ugye mihez kéne itt érteni az, hogy megszűrd, hogy mi a jó ajánlat, tehát miért éri meg ezzel foglalkozni, mert mondjuk egy 3-4-5 ezer forintos termékből, vagy egy olyan értékű szolgálásból nem fogsz szélszesként meggazdagodni, azt már elárulom neked. A következő pontja maga a megkeresés. Nyilván mit érdemes választani a legszemélyesebb módot? Ha, hát ha értékesítő vagy, akkor tudnod kéne eladni saját magadat. Meg kell keresned az adott vállalkozót, tehát a legszemélyesebb módját választanám én a helyetben azt, hogy telefon a fejvel. Nem mindig van fent a telefonszáma, nem mindig van ott a döntéshozónak a telefonszáma, tehát nem mindig tudsz azzal foglalkozni, hogy őt megtalálod. Akkor mi marad? Írsz neki egy e-mailt, vagy írsz neki egy üzenetet. most ezzel csak annyi a probléma, hogyha ezt nem jól csinálod, akkor ugyanen eredménye lesz, mint azoknak a vállalkozóknak, akik így próbálnak ügyfeleket szerezni. Tehát ez egy, egy megint egy olyan nagyon izzasztó tevékenységgel tud válni, ami, ami, amiben nem egyszerű a, a, saját érzelmeinkkel bírni, hogy tízszer visszautasítanak egy-egy cégtől, vagy nem is méltatnak válaszra. Tehát ennek ez az útja, hogy, hogy elkezdesz keresni saját magadnak lehetőséget, és akár neki mész, és te kérdezel meg valakit, akinek neked szimpatikus, vagy feladsz saját magadra egy hirdetés, hogyha ezt önállóan csinálod. Na most, mitől lesz mondjuk a mi tevékenységünk különlegesebb, vagy mi az, amit mi csinálunk ezzel szemben? Mi azt csináljuk, hogy nem csak hogy megtanítjuk minden egyes lépését annak, hogy hogyan tudsz te a lehető legjobb időpont egyeztető lenni, és hogyan tudsz te esetleg a legjobb értékesítő lenni, hogyha képviselni akarsz egy ajánlatot. Tehát nem csak a know-how-t adjuk oda, hogy hogyan tudsz ezt jól csinálni, hogy ebből tényleg pénze legyen, és tényleg szabadúszóként tudjál belőle pénzt csinálni, hanem mi értékesítő ügynökség vagyunk, sales ügynökség vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem neked kell megtalálni ezt a partnert, hanem én, vagy a csapatunk helyette megtalálja a partnert, és neked elég a tevékenységet végezned. Tehát mi mindenkit, aki velünk együtt tanulja meg ezt a tevékenységet, mi elhelyezünk egy olyan vállalkozásnál, ahol már bizonyítottan jó az ajánlat. Miért? Honnan tudom, hogy jó az ajánlat? Én mondjuk beszélek magával a vállalkozóval, aki ezt képviseli és euh, abban a vállalkozásban igazság szerint csak aklimatizálódnod kell az adott szolgáltatáshoz vagy termékhez, el kell hinned hogy ez miért működik, nyilván választhatsz, hogy melyik lehetőség az, amelyik a személyiségnek ennek passzol, és akkor már elég végezen a tevékenységet. Tehát nem a te dolgod, hogy találj magadnak ügyfeleket, akiknek ugyanúgy szélszáznyi, mert akkor ugyanaz lenne a tevékenység, mint egy marketing szolgáltatásnál, csak nem marketing szolgáltatást adnál el, hanem szélszolgáltatás. Tehát mi, mint szélszügynökség, ezt megtesszük helyetted, és az neked nem kerül pénzbe. Jó? Tehát ezzel kezdődik, hogyha velünk tanulsz meg, akkor tudunk neked helyet biztosítani. Következő, nem kell folyamatosan azzal foglalkoznod, hogy elkérd a pénzt. Mert ugye a másik, ugye a vállalkozásnál mindig ott van az a kis ördög, hogy jó, jó, de kifizetnek -e engem, hogyha ezt jól csinálom. Hát nem kell ezzel foglalkoznod, mert a szélszűnökség mit csinál? Azt csinálja, hogy helyetted kiszámlázza majd a te tevékenységedet, és te gyakorlatilag tőlünk kapod majd meg a pénzet, amiben pedig garantáljuk azt, hogy meg fogod kapni, hogy elvégezted a munkát. Tehát gyakorlatilag nem lesz itt a kétel benned onnantól kezdve, hogy Úristen, vajon engem kifizetnek-e, vagy jól csináltam-e, vagy, vagy, vagy egyáltalán, egyáltalán jó úton vagyok-e, hiszen folyamatosan az utadon tudunk téged segíteni. Tehát ettől különleges. És ráadásul a mi csapatunkban nagyon hamar be tudsz illeszkedni, mert egy olyan kis társaságról van szó, ahol jó a hangulat, tehát nem egyedül kell neked azzal foglalkoznod, hogy úristen, is elkezdem ezt a pályát. Oké, nagyon tetszik nekem, barom jó, megtanulom, még akár kurzus is vásárolok valakitől, de egyedül kell végmennem rajta, és majd feltelem saját magamat. Nem, itt másokkal együtt tudod ezt megtanulni, és mások együtt tudod ezt végezni. Tehát jóval különlegesebb, az a környezet, amiben tudsz ezzel foglalkozni, mint egy, mint egy másfajta, akár szabadulszás, hiszen nem sok olyan e dolgot tudok, ha csak nem mész el egy tartalomgyártó céghez, ahol mondjuk vágóként, ugyanígy egy csapat része tudnál lenni, úgy, hogy nincsen érdekellentét. Hiszen itt nincs érdekellentét, itt mindenki igazából azt szeretné, hogy a másik sikeres legyen, hiszen akkor tudunk akár ügynökségünket és nagyobb, nagyobb bevételt, nagyobb forgalmat csinálni egy, egy partner vállalkozásunknak. Tehát ezáltal már nagyon különleges lesz. Egy CSZ belül gyakorlatilag azzal sem kell foglalkoznod, hogy még valaki lenyúlja a te kliensedet. Miért? Azért, mert nem te vagy vele közvetlenül szerződve, hanem a CSZ ügynökség, Neked a munkát kell elvégezni, erre pontosan megvan az a, az, az ára, akár jutalék, ez a 10-15% egyébként a, a standard nagyobb ajánlatoknál is, az megvan neked, az, hogy biztos, hogy ennyi pénzt meg fogsz érte kapni, és nem érdeke másnak elvenni tőled ezt a, ezt a klienst, hiszen nem is a te partnered, hanem az ügynökség partnere. Tehát eleve a gond sincs ott meg vele, hogy neked akár ö, fenn kéne tartanod a, a kliensednek az érdeklődését, másrésztről viszont a konkurencia harc sincsen meg, hiszen egy csapatként abban azon dolgozunk, hogy annak a vállalkozónak a lehető legtöbb pénzt tudjunk csinálni. Tehát igazából közös a cél, nem az a cél, hogy egyik többet csináljunk, mint a másik, bár egyénileg az is cél, hiszen akkor keres több pénzt, hanem azt, hogy együtt többet csináljunk, hiszen akkor több megbízásunk lesz, mint CSZ ügynökség, tehát több ember fog minket megtalálni, több jó vállalkozónak tudunk mi a képviseletében lenni. Ez azt jelenti, hogy együtt keresünk sokkal több pénzt, és kialakul az a bizonyos üzleti modell, amit nagyon sokan utópiának tartanak a vállalkozók között, hogy nyer, 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 nyer üzletet találtunk, hiszen nyer vele a dolgozó, mert megkapja a pénzét, anélkül, hogy neki saját magának kliens kellett volna szerezni. Nyer vele az ügynökség, mert nagyon jó partnereket talál, akivel hosszú távon együtt pénzt tudnak csinálni, és hogy a forgalomból részesül az ügynökség is. Másrésztről pedig nyer a vállalkozó, mert olyan közönséget ér el, amit önmagában marketinggel nem érne el, és lehet, hogy az ideje menne rá arra, hogy egyesével felhívogatja azokat az embereket, vagy beszélget azokkal az emberekkel, akik egyébként érdeklődnének hozzá. Ráadásul, hogyha elég nagy ez a cég, akkor egy idő után neki már se időben, se energiában nincs arra kapacitása, hogy minden egyes jelenkezővel beszéljen, tehát kénytelen lenne így is úgy is szélszesen dolgozni, de akkor mi a dolgozna egy belső szélszessel, akit egész évben úgymond etetni kell érdeklődőkkel, tehát folyamatosan el kell tartani érdeklődőkkel, amikor elég az, hogy egy kampánynál elmenjen egy szélszügynökség, és akkor fél ő is pihen, meg az ügynökség is másnak dolgozik. Tehát sokkal korrektebb üzleti modellnek tartom, és egy olyan dolognak, ami tényleg nyer-nyer-nyer üzletet tud létrehozni. Na most, hogyha érdekel téged ez a tevékenység, hogy úgy érzed, hogy Rendben van, tetszik nekem a szélsz, tetszik nekem az, hogy én ezzel foglalkozok, tetszik nekem ez a fajta szél, amit te megmutattál, mert ugye az általánosság lenne, hogy tetszik nekem a sziasz, mert akkor azt is mondhatnám, hogy a biztosítózás meg az összes többi ilyen tradicionális szakma is tetszene, tehát ez a fajta szélsz, hogyha tetszik neked. És esetleg érdekes neked az, hogy ez egy ügynökség kereteiben végezz el, akkor nyilván mi úgy tudunk dolgozni veled, hogyha az alapokat megtanod velünk együtt, és. Ha ez érdekel téged, akkor várunk téged egy, egy beszélgetésen, ahol meg tudjuk beszélni azt, hogy egyetán jól gondolod-e azt, hogy ez neked való szakma, jól gondolod-e azt, hogy ez neked való szabadúszó tevékenység, te képes lennél -e ezt megtanulni, és hogyha igen, akkor hogyan tudunk téged megtanítani, és milyen lépéseid vannak. Tehát erről szólna a következő beszélgetésünk, hogy ez neked érdekes, akkor nagyon szívesen várunk, foglalj nálunk egy időpontot, vagy beszélj azzal a azzal a kollégánkkal, akitől lesz a videót, te megkaptad, és gyakorlatilag elkezdjük az utadat akár egyengetni, vagy elég az érté, vagy éppen tanácsot adunk, hogy melyik irányt válasz, mert lehet, hogy nem ez az irány, ami neked megfelelő, lehet, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, látjuk, hogy te ezt szeretnéd, mert látjuk, hogy tetszik neked, de mondjuk te inkább egy webshopos arc vagy, akinek egy webshopot kéne építeni, mert az neked jobban illik a személyiséget. Tehát tök őszintén leszünk veled, és én úgy gondolom, hogy a lehető legjobb tanácsot adjuk majd neked a lehetőségekhez megfelelően. Hogyha ez megtörténik, akkor nyilván találkozunk egy következő híváson. Hogyha pedig csak érdekelnek ezek a tartalmak, vagy tetszik neked egyáltalán az, hogy én beszélek a, a szabadúszó értékesésről, vagy online értékesésről, akkor iratkozz fel a social csatornáimra, és találkozunk a következő videóban is.